A Felső-Tisza-Tivadar híd feletti szakaszán 2015. decemberében indultak el az árvízvédelmi munkálatok. Többek között a védvonalak terhelésének csökkentése. Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításával és erősítésével. A projekt nyitórendezvényét Nagyarban tartották. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és javaik védelmét is szolgálja. A Felső-Tisza vidék az ország legveszélyeztetebb szakasza, hiszen itt kedvezőtlen helyzetekben, ez azt jelenti, hogy hirtelen felmelegedés, ami gyors hóolvadást is jelenthet a Kárpátokban, valamint még a fagyos föld nem tudja beengedni a vizet, a kettő együtt az igen komoly problémákat okozhat. Sajnos volt rá több esetben is példa, amikor árvíz veszély, vagy esetlegesen árvíz alakult ki. A tervezett fejlesztés 6 település, Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka és Magosliget közigazgatási területén valósul meg. Védőhatása azonban a Tisza és a Túr közti teljes területet érinti. Láng István szerint a beruházás nem csak a térségnek, az egész országnak fontos. 10 éve végeztünk egy felmérést, és gyakorlatilag ebből a felmérésből az jött ki, hogy ez az egyik legveszélyeztetettebb szakasz Magyarországon, aminek az átépítése most megkezdődik, hiszen az elmúlt 10 év alatt ebben a térségben jelentősen nőttek az árvízszintek közel 2 méterrel, tehát itt a mentett oldalon lévő lakosság elég nagy veszélyben van. A fejlesztés hosszú távú pozitív hatásai közé sorolható az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése is. Ezt már Bodnár Gáspár, a Feti vízi igazgatója mondta el televíziónknak. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre a védekezésre való felkészülésre. Éppen az a célja a projektnek, hogy ezek a védművek legyenek készen, amikor a nagy árvizek érkeznek, ne akkor kelljen több ezer, több tízezer embernek áldatlan körülmények között homokzsákokból megépíteni a töltésmagasítást, a töltésmegtámasztást, hanem ezek a létesítmények már legyenek a helyükön. Összesen több mint 22 kilométernyi Tiszabecs és Magosliget, illetve Tiszabecs és Tiszakóród közötti szakaszt érint az a töltésfejlesztés, melynek munkálatain előreláthatólag több mint 100 szakember dolgozik majd. A projekt befejezési határidő az 2019. június. Mi szeretnénk határidőre ezt a projektet befejezni. A töltésfejlesztés egyébként azt a munkát akarja, hogy a töltéseket megmagasítjuk, körülbelül 1 és 1 méter 50 centi közötti magasítás lesz a töltéseken, és a töltések azok nagyobb keresztszelvénnyel fognak újjáépülni, tehát szélesebbek lesznek, erősebbek lesznek. Az árvízvédelmi beruházásban a töltésfejlesztésen kívül 4 zsilip átépítése, a Tisza 4 part védelmi művének rekonstrukciója, 2 gátőrház, illetve védelmi központ korszerűsítése, fenntartógépek beszerzése és vízrajzi állomások korszerűsítése is szerepel.